Sziasztok, itt újra a PC tippek rovat, és ezúttal a számítógépházak és a processzor hütök világával révedünk. Sokan a távhoz hasonlóan egyébként, hát lenézik idézőjelben a számítógépházakat, sokszor nem is vesznek CPU-t, vagy ha vesznek nagyon gyengét, pedig ezek is, ha nem is talán annyira, de szintén a számítógép alapvető működéséhez iszonyat fontosak, de nem is annyira, mint az a táp mondjuk. A táp a legalapabb és a legfontosabb, de utána én azt mondom, hogy például egy nagyon jó processzorhűtő 5-6 évig nagyon jól meg tudja kímélni max erőn is a processzorodat, attól mondjuk elsüljön, elfüstöljön, de egy nagyon jó szellőzőház ugyanezt megsegítheti, illetve azt is, hogy ne porosodjon annyira, ne kelljen olyan gyakran takarítani, bár a takarítani sajnos mindig kell, legalább néhány havonta szerintem, bár ez változó, szerencsére az én gépemnél elég ritkán kell takarítani, mert én úgy szereztem be, illetve úgy szeretettem be, hogy ez ne legyen gond. Ehhez még plusz segítség egyéb iránt 2-3 ventilátor megléte, amely megint a házokhoz is kapcsolódik, hiszen nagyon sok házban alapból van benne, és azok nem olyan rosszak. Én sosem vettem külön ventilátorokat, hanem azt mondom, a házban lévő ventilátorokat hagytattam be, nem cseréltettem ki, de aki akar egyébként vehet néhány ezer, 1-2000 forintokért is már külön ventilátor, de nagyon sok házban alapból van, így azokat is meg tudjuk spórolni, ezt az 5-6000 forintot mondjuk. És hát milyen házat ajánlok? Mostanában legnépszerűbb a Zalman, és abból is az ilyen 10-néhány ezresek. Régen a Cooler Master nagyon jó volt, én most már nem hallok róla jókat, nekem már nem is tudom, a második vagy a harmadik PC volt Cooler Master-es, az sem volt olyan tökéletes. Egy dologban volt nagyon jó, nagyon könnyen szétszedhető volt, visszaszerelhető, stb. Ilyen szempontból tetszett, de semmi más szempontból. Most pedig egy ilyen sárkún van, tehát igazából ezt is tudom ajánlani, ennek pont a negatívum egy kicsit inkább ez a szerelhetőség. Viszont nagyon jó a szellőzése, és nagyon halk. És elég dizájnos, nagyon jók a piros RGB LED égők. Van hátul is, meg elő is. Tehát a táp fele, és elől az alsó részem. Úgyhogy a sárkon tudom még ilyen szempontból ajánlani. És volt még egy ház, amit, illetve az Zalman tudom még, mert arra jókat mondanak. Igazából nekem még nem volt sose Zalmanom. De még azt tudom ajánlani. És a sárkomból is 15 körül azt hiszem van már olyan, ami könnyebben szerelhető is. Sokan termeltéket is vesznek, nem tudom, azt sem ismerem annyira, úgyhogy max mások véleménye alapján tudom ajánlani. Deepcoolról is hallottam már viszonylag jókat, de hát nem tudom, én abban nem vagyok olyan biztos, hogy azt azért ajánlanám. Itt is van egy sárkó, de vannak ilyen kis, fontosan vannak kis mini ATX házgépek, és vannak nagyok. Most a mini ATX-ben sajnos az a gond, hogy nem sok mindenféle videokártya fér bele, és ami befér, az is jó nagy felára rendelkezik. Prociknál, illetve egyéb dolgoknál szóval nincsen egy problematika, talán a proci ütőknél még max, de a VGA-nál van elég nagy problematika, és nem sok 570-es vagy 80-as van az Attila downloaderon, vagy nem sok 1060-as. De van, csak azok rohadtul drágák. És az a furcsa, hogy szerintem néhány gépház elfogyott, mert amiket én láttam, most nem látom, tehát érdekes. Valaki modekomot is szokott venni. Azt tudom még talán ajánlani, de mindig visszafele megyek akkor kettővel, mert valami nem stim. Ja, mert ebben mikrók is vannak. Ó, bocsánat, mert hogy azért akkor visszamegyek. Ebben mikrók is vannak, aztán én csak azt a nagyot akartam. Számítógép ház, táp nélkül, és nem akarok minit meg mikrót. Na, valószínűleg itt lesz majd. Ebben nincsen táp. Ugye lehet olyan házat is venni, amiben táp van, de azt nem tudom senkinek ajánlani, mert olyan gyatra fos szar táp van, egyszerűen nem éri meg. És nagyon becsapós is, mert azt hittek, hogy hú, de jó. Milyen jó lesz most, mi van benne táp, és egyszerre meg tudtam sforolni, de nem sforolod meg, hogyha szétrobban a házad idézőjelbe. Úgyhogy azt igazán nem tudom ajánlani senkinek, az az igazság. Én nem tudom, lehet, hogy elfogyott az a... Volt egy sárkon, egy új jobb fajta, amit akartam mutatni, de egyszerűen nem találom. Lehet, hogy elfogyott közben. Néhány
napja majdnem egy hete néztem. És most elég sok Cullen Master van. Furcsa volt, akkor még nem annyira sok volt, amikor néztem. Hát nem tudom, lehet, hogy elfogyott most az a... Az, ezek szerint. FSP-t azt nem ismerem, támba ők egész jók, azt már láthattátok is. Úgyhogy támba őket tudom ajánlani, igazság szerint. Tehát, hát én nem tudom, eltűnt az a ház, basszus. Majd akartam keresni. Na mindegy, nézzünk meg egy házat mondjuk közelebbről. Ami, mondjuk ezt az almant. Látható, hogy három beépített ventilátor is van benne, 12.692 forint, és 5 csillagos. És szerintem csak jókat írnak, úgyhogy lehet, hogy végén még én is ezt veszek benne. Nagy végje is elfér, ahogy itt látható. Két darab USB 2 és egy darab USB 3 volt, és mondjuk a tetején vannak a elvezethető hardware elemek. Bocsánat, az USB. De szerintem az tök mindegy, hogy elpönt van, vagy oldalt elől. És azt mondják, hogy nagyon nagy végje a beér. Hát befér, látható is, hogy itt 360 mil is. Hát még a nagyobb, ugye kicsit nagyobb és többet fogyasztanak például az AMD kártyák, az RX 5570, még azok is ilyen, a legnagyobb az 28290, de azon orbitális hűtés van, de vannak 230-250 mm közti hűtéses, például a Gigabyte Aorus 580-ak és 570-ek, azok simán beleférnek. Az Nvidia meg picit aztán kisebb, és hát kevesebbet is fogyaszt, úgyhogy azzal sincs problém. 4 HDD hely van benne, tehát rakható vele, és 1 SSD. Annál többet úgy sem vesz senki. Úgyhogy, hát ez például egy ajánlott ház, véleményem szerint. Nézzük meg még egyet. Egyébként találtam egy kis mini házat is, ami nem volt olyan rossz választás, vagy nem lenne olyan rossz választás. Mert most mi a félre nyomtam meg én valamit, vagy... Szemtőgép ház. Háztáp nélkül. No. Nézzük, mit tudom meg egy Cooler Master-t, esetleg már nagyon sok van most. Tehát ebben érdekesebben csak egy venti van. És ami még fontos, tehát persze kettőt még belepakoltok, hogy is nem lesz sokkal drága, mondjuk 15-6 lesz az ára, itt 13-453, és 2 év gari van. Általában 2 vagy 3 év gari, az legalább minimum azért ajánlatos a ház, számítógép háznál is. Véleményem szerint, de vannak olyanok, amelyekre 5-6 év gari van, tehát 60 hónap, de azok azért orbitálisan meg is vannak drágítva. Meg a DeepQ-t is szokták szeretni, de én azt mondom, hogy nézzünk egy ilyen FSV-t. Na, ebbe is 3 ventilátor van, és erre is 2 év gari, és ebben van kék LED, de lehet, hogy van több színbe is. Ebben van 370-es és 450 magas a magassága. A mélység az 390, tápelhelyezés alsó. Hát itt valaki nem ír róla jót. Úgyhogy egyelőre ezt még annyira én nem tudom, nem biztos, hogy ajánlom jó szívvel nektek az FSV-t. Maradjon meg tápba, abba jó. Véleményem szerint. Nézzük meg még egy utolsó, harmadik márkát. Mondjuk, nézzük meg a DeepQ-t. Na nézzük, 15 ezerért. Erre is 2 év gari van, ebben 2 ventilátor van, 4 hely ugyanúgy HDD-vel. Viszont 3 darab SSD. Viszont, igen, hát USB 2-ből csak egy van, meg egy 3-as. De itt sokan dicsérik, úgyhogy igazából a DeepQ-t és a Zalman tudom ajánlani, az FSB-t nem annyira. És melyik volt, amit még hirtelen mondtam nektek? A Cooler Master. Nézzük meg még egy Cooler Master-t is, na, hogyha már ennyit nézegettünk. Tudom, még egy Zalman, de most egy Cooler Master-t akarok. Nézzük meg mondjuk ezt, az elég érdekes dizájnja van. Erre is 2 gigabyte, 16 ezer, vagy csak 1 venti van, hiszen van 2 SSD és 2 HDD, és nincs benne optikai hely. Hát ez ilyen felemás.
Viszont nagyon sok hely van benne, 407 mm, 468 magasság, iszonyat sok hely. Hát akinek hely kell, annak pedig ezt ajánlom. Igazából ezek között annyira nagy különbség szerintem nincs. És akkor hát még ugye van a másik fontos eleme, a hűtők sora, amelyekbe beletársulnak olyan ilyen szinten a ventilátorok, illetve hát a végén is, hogy főleg ha egy speciális márkás kiadást vesztek, ott is iszonyat fontos a jó hűtés, és hát ez igaz szerintem a CPU-ra is, ugyan kaptok néha gyári hűtőt, de főleg az AMD-ket most ajánlóztogatják meg, persze az Intelhez is, de azok olyanok is, amilyenek nem szokták ajánlani, aki rendszeresen játszik, annak nem nagyon ajánlják, illetve ezen kívül, ha nincs ezt a mondjuk az is rá, ki érdemes sokszor inkább venni egyet, mint sem. Na, nekem azt hiszem ez volt. Nincsen, most nem tudom mi a francia egyébként, mert nem tudom rendesen megnézni, megnyitni ezeket a... Nekem ilyen volt, és ideg se olcsó, és milyen jó, hogy a két év gari van ugyancsak, itt is legalább 2-3 jó ajánlatos, de vannak itt is annak, amelyekből 5-6 év gari van. Írják is, hogy milyen jól melegít, milyen jó hűt. Viszont ez aztán nem jó, de itt jelzi AM4-re is. Lehet, hogy akkor AM4-re is jó lenne. Egyelőre semmi problematika nem volt vele. Úgyhogy én mindenkinek csak ajánlani tudom. Ez van a mostani gépemben is, most már több mint 3 éve. Tehát a Gorilla az már rég lejárt. Úgyhogy ezt, itt a DeepCoolt megint azt tudom mondani, hogy ne házban, ugye ott aztán nem teljesített az előbb ajánló, hanem a flaci hűtőben keressétek. Aztán még volt a Cooler Masternek régebben egy hűtője, amit most itt nem találok, lehet, hogy az följebb alatt volt lent is egy, de az még olcsó kategória. Mindestre az Alpenfönt mondják nagyon-nagyon jó hűtőnek, tehát azt tudom, hogy ajánlítom, az Almanokat szokták dicsérni. Viszont azt nézzétek, hogyha AM4-es, akkor Ryzen alkalmas, de ezen itt például némelyiken nincsen. És hát egy-egy 5-5-ös Intel V2-es, akkor pedig ugye a legújabb 8000-es és 9000-es, meg talán a 7000-es is, most ebben nem olyan biztos, ilyetöket is támogatja. Ugye erre figyeljetek, itt van még egy Cooler Master. De most az a vicc, hogy nyitogatom ám meg ezerrel, de valamiért nem jelenik itt meg. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem. Fönt valamiért nem jelenik meg. Jába nyitogatom. Elég idegesítő. Ja, nem, ezt akartam. Nincs egy visszamenő rész, most nem tudom miért. Lehet, hogy valamit elnyomtam. Hosszúsíthető. No. Nézzünk olyat, ami az AM4-et is támogatja, mert most azok a leg... Hát, általában a legnépszerűbb, tehát 60%-ban legalább a legnépszerűbb processzorok, nem is csoda, nézzünk egy ilyen TX 3 Evo-s Cooler Mastert, ez is nagyon jó, nekem az előző PC-ben volt Cooler Master, mondjuk az TX 2-es volt, vagy 1-es, már nem tudom, de azt is nagyon tudom ajánlani, hogyha ez is hasonló, ja most megint nem nyitotta meg azt, és hiába nyitom meg háttérbe, ez nem látszik, iszonyat jó értékelések vannak, még ez is két évgar is, itt fontos az ajszint, a magasságot be tudjátok pakolni, az átmérője is természetesen, és az, hogy mekkora a fordulatszám, minél magasabb azért az annál jobb, és ezeket tudjátok állítani természetesen. Írják is. Hát 60 és 70 fok körül, ez nagyon nem rossz max terhelése egy Ryzenen, tehát ez is végig is ajánlott. A Ryzenek egyébként, tehát általában az AMD processzorok mindig is azért picivel jobban melegedtek, most az új processzorok esetén ez már minimálisabb különbség, főleg, hogy állítólag a legújabb Intelek már jobban melegednek, mint a Ryzenek. Úgyhogy egyébként, ha akkor is ilyen magas értéket láttok, az annyira nem vagy egy AMD-n, az AMD-n magasabb a határérték is. Tehát úgy tervezték elvileg, hogy tovább magasabb hőmérsékleten is bírja. Erről is azt mondják egyébként, hogy ez sem rossz. Ez is AM4-es. Nézzük meg még ezt is. Erre csak egy év garion, akkor ezt már nem biztos, hogy ajánlanám. Már csak azon szempontból is, hogyha valami baj történik vele, ami azért Murphy törvény alapján bármivel lehet, még egy proci hűtővel is, akkor ne kelljen mindjárt vele szarakodni, és cseréljék ki inkább azonnal. Az Almanokat is szokták dicsérni, de azokat én nem annyira ismerem, de mindjárt jót is megnézünk, de találtam egy ilyen Alpenfönt, ami
AM4-es, csak most nem tudom, hogy hol van. De lehet, hogy közben megnézzünk egy Zalmont, ha találok egy olyat. Itt is van egy Deepcool, ez még jobb Deepcool. Lehet, hogy Vulkannál, annál fogok maradni egyébként a Deepcoolnál. Majd meglátom. Ez a Hyper 4-es van, de ez se támogatja az AM4-et. Eléggé furcsa vannak itt a támogatások. Melyiket támogatja. Hát a termáték sem olyan rossz egyébként, azt rövesgetik, de azt se ismerem annyira, úgyhogy nem tudok róla mondani véleményt. Igazság szerint itt is Arctic Freezerek vannak. Abba én biztos vagyok, legalábbis eddigi tapasztalatom alapján, hogy maximum 10.000 forintig keresetek procedit, de ez a totális maximum, mert szerintem ha csak nem akartok vízhűtéssel venni legnagyobb végiát, meg minden legnagyobb ilyen programokra, mind játékos, mind ilyen szerkesztő programokra akarjátok egész nap 24 órában használni a gépet, én annyira nem tudok ennél jobbakat ajánlani, vagy nem akarok is, mert egyszerűen pénzkidobás, az én véleményem. De hát ki maga választja ki természetesen, hogy mit akar venni. Most nem igaz, az előbb találtam egy Alpen fönt, ami 4, AM4-es volt. Egyébként változó természetesen, hogy kinek milyen be jobban. Mindenki azt a márkát fogja is megvenni, ami jobban megszokott, vagy megtetszett neki. De az érdemes ezt azt ajánlani. Na most én nem tudom, mi van, de megnyitok egy Alpen fönt, egy hát majdnem akármelyiket, de ebben 6-7000-es, 8000-es sávba akarok egyet megnyitni, mondjuk ezt. Szóval megnézni, érdekes, erre csak egy év gari van. Hát van, ezek a brutál hűtők, ezek már nagyon brutálok. A Noctua jó, még csak a sokszor a legdrágább hűtőkre jellemző várka, úgyhogy ezt ilyen szempontból nem tudnám ajánlani jó szívvel. Hát eddig nekem tényleg az a tapasztalatom, hogy ezekkel a hűtőkkel az Alman halomás volt nagyon jó, Coolermaster Hyper sorozata jó nagyon, és a Gamaxos Deepcool, ezeket mindenképp tudom ajánlani jó szívvel, ha használni akarnátok. Na nézzük egy termátéket is, ez AM4-es. Érdekes, hogy erre is csak egy év gari van. Na szóval erre azért, a garira azért figyeljetek, azért általában bármilyen technikai cuccra, eszközre, csak egy év gari van, az már eleve gyanús. Bár sokszor meg azt mondják, hogy amire meg 5 év van, az meg azért 5 év, mert tudják, hogy gyakran tönkre megy. Ez azért általában szerencsére nem igaz. Szerintem, mert eddig nálam ilyen nem volt. Egyedül egy 13 év alatt egy alkatrésze ment tönkre, az egy Asus HD6870-es Atira Deon volt. Annak is csak a memória hűtése ment szét, és emiatt nem tudta rendesen érzékelni a memóriát, és emiatt eladtam az egész gépet, de vele együtt, és valószínűleg megjavíthatták, mert nem volt semmi problematika, tudták, hogy ez a baj, természetesen elmondtam. Azért kicsit olcsóban is adtam a gépet. És az által amiatt volt, mert az Asus nem hűtötte rendesen abban a kiadásban, nem is voltak talán hátulsó hűtőbordák a RAM-okon, a VR videoramokon, és emiatt most nem is nagyon merek mostanában egyébként Asus-t venni, és előtte ez a Zafiron volt, semmi probléma nem volt vele, a VaporX, nem tudom egyébként milyen a VaporX-el eltűnt. Azóta nem láttam így jó pár éve. Az egy nagyon jó kiadása volt mindig is a Zafirnak. Kicsit sziripelt néha, az volt egy ilyen negatíva, de ezt sokan írták, de ez semmi problémát nem okozott, és csak néha sziripelt. Ritkán. Aztán a másik pedig az MSI, ami most van, úgyhogy én igazából ezekkel vagyok talán legjobban megelégedve, de az XFX is nagyon jó hűtéssel rendelkezik az AMD-knél, úgyhogy igazából, és a Gigabyte Aorus, ami alaplapban is van, illetve végiában a legjobb, mert az mindenhol van hűtése, a memóriákon, hátul, elől, fent, mindenhol, vagy nem tudom, hogy ezt még hova lehet rakni, de ők mindenhol raktak. Viszont általában mindig is drágábbak egy picit az átlagosnál. Viszont kisebb méretűek is itt tudták mégis megoldani ezt a rohadtsok hűtést, kisebb, mint az átlag RX 5780, és az MSI Gamingon még ehhez hasonló, most is ugye ilyenem van, itt is mindenhol van fűtés, kicsit hűtés, és kicsit kisebb is, az átlag, viszont iszonyat megdrágítja a kártyákat ez a kiadást, tehát sokkal drágább az átlag RX 5780-hoz, ugyanígy az Nvidia-knál. Nvidia-knál is nagyon jó egyébként a gaming MSI. No, hát ennyi kis mellékág után köszönöm, hogy megnéztétek a mai adást is. Remélem tudtad mindenki magának való házat és CPU hűtőt választani, én ezeket tudom ajánlani.
Ezeket is fontos, hogyha jól megnézitek vásárlás előtt, a tápot, mert ezek adják a gépetek szívét és lelkét. Az anyát pedig a CPU, a videokártya, meg nem is tudom, hogy ez mi a szeme, vagy a vizualitása. Úgyhogy nagyon fontosak a gép hosszanti, rendes és problémamentes működéséhez. Búcsúzom tőletek, sziasztok!